25 érmet szereztek eddig ebben a tanévben a megyebeli sportolók a Diákolimpia országos döntőiben. Egyéniben 6 arany, 5 ezüst és 5 bronzérem, csapatban pedig 3 arany, 2 ezüst és 4 bronzérem a mérleg. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2 országos döntőt is rendezett ebben az évben, az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok és az amatőr kézilabdázók fináléjának is Nyíregyháza adott otthont. A jövő héten és az azt követő héten 2 sportág 3 országos elődöntőjét rendezik meg a megyeszékhelyen. Rengeteg olyan országos elődöntőnk van, illetve akár a selejtezőt is ide sorolhatnám, ami ugye arra azt a célt szolgálja, hogy a selejtezőkből kikerülők az elődöntőkben mérettessék meg magukat. Ad helyt a megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, több település, Vásárosnamény, Tiszavasvári, Nyíregyháza a helyszínek, és valóban 3. korcsoportos röplabdában, 4. korcsoportos röplabdában, fiúknál, lányoknál, kosárlabdában és kézilabdában mérettették meg magukat a csapatok, illetve méret meg magukat a csapatok az elkövetkezendőkben, bízunk benne, hogy nagy sikerrel. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola 3. és 4. korcsoportos lány röplabdázói 2 évvel ezelőtt egyaránt arany, tavaly pedig egyaránt ezüstérmet szereztek az országos döntőben. Moraszki Gyuláné tanítványai az elődöntőben hazai környezetben lépnek majd pályára. A kicsikkel 18-án fogjuk játszani Eger és Miskolc csapatai ellen, a nagyokkal pedig rá egy hétre csütörtökön. Én úgy gondolom, hogy már az, hogy hazai pályán fogunk játszani, az iskola tanulói előtt, akik buzdítani fognak bennünket a jobb eredmény eléréséhez, azt gondolom, hogy nem lesz akadálya, hogy az országos döntőbe kivívjuk a pozíciónkat. A 4. korcsoportos lányok miskolci, egri és debreceni csapatok ellen lépnek pályára. A 3. korcsoportos fiúkos állapdázók május 16-án a Vasvári Gimnázium csarnokában debreceni, békési és szerencsi ellenfelekkel szemben harcolhatják ki az országos döntőbe jutást.